Mivel az MMORPG emulátorok világában nemrég egy olyan dolog történt, amire nem nagyon volt még példa az összes játék tekintetében, ami valaha létezett MMORPG emulátorként, ezért gondoltam egy videót megér teljesen más megközelítésből ez az egy program. A City of Heroes-t 2004-ben adták ki, a Cryptic Studio fejlesztette, és az NCSoft publikálta a programot magát. És az egész szolgáltatás 2012-ben szűnt meg végleg. Ami érdekesség, hogy mindeközben egy titkos szerver futott a háttérben egy Vault dolgozó felügyelete alatt, és City of Heroes Homecoming néven több mint 50 ezer hőst és gonoszt szedtek össze a szerverükre, de teljes titokban tették mindezt, 7 éven keresztül. Most, hogy kikerült a kód, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy vajon a City of Heroes a mai normáknak is megfelele a mai világban, és milyen maga a játék, miről szól, és mit tud nyújtani a mai embernek, így 2019-ben. Remélhetőleg ennek a videónak a végére mindenre választ kapunk, és ti is tanultok egy pár dolgot erről a játékról. A maga idejében a City of Heroes egy olyan játék volt, ami az MMORPG játékoknak a határait egy olyan mélységbe és messzeségbe tolta, amiről az akkori játékok csak álmodni tudtak. Tette mindezt egy olyan formában, amit úgy kell elképzelni, hogy te kitalálsz egy szuperhőst, létrehozod, kiszínezed, ruhát adsz neki, képességeket adsz neki, olyan módon, aminek tényleg csak a játéknak a rendszere szabhat határt. Furcsa ezt egy MMORPG-ben hallani, de ez egy olyan játék, amiben nincs két egyforma hős. Tekintve, hogy annyi képesség és kinézeti lehetőség van, hogy soha nem futottál bele a játék közben még egy olyan emberbe, aki pont ugyanazt tudta és ugyanúgy nézett ki, mint te. De szerintem önmagában a játéknak nem ez adta a legnagyobb erényét, hanem a két kiegészítője. Mert nem mindegyik játékos hős, vannak gonoszak, és vannak olyanok, akik nem tudják eldönteni. Néhány update-tel később megjelent a játékhoz a City of Villains és a City of Going Rouge kiegészítő, ami teljesen más módon közelítette meg a fő játékelemeket. Létrehozhatsz egy szupergonoszt, aki teljesen más világba fog létrejönni, mint a City of Heroes alapjátékában. Mindezt teheted a teljesen új 5 archetípusból, amit a City of Villains kiegészítő adott. Bekerül továbbá a játékba a bázisépítés és egy új PvP zóna. Amíg a Going Rouge kiegészítő pedig lehetővé tette azt, hogy a játékosok eldönthessék és váltogathassanak a közül, hogy hősök vagy antihősök szeretnének lenni az ellenálláshoz vagy a lojalistákhoz csatlakozva egy párhuzamos világban. Ugyanez a kiegészítő új erőket és erőkombinációkat adott a játékhoz. 2010 után, miután ez a patch a Going Rouge élesbe került, a játékosok eldönthették, hogy hősök, gonoszok vagy antihősök lesznek-e. Mindezt úgy kell elképzelni, hogy mindegyik kasztnak megvan a saját világa, ellenségei és küldetései. Olyan volt ez az egész, mint egy játékon belüli játéknak a játékának a játéka. Mindent összevetve, mai szemmel visszatekintve a játékra, ezek a DLC-k mind olyan tartalmat adtak hozzá, amit mai napig egyik játék sem képes ilyen mélységeiben megtenni. Mondom mindezt azért, mert összes kiegészítő, ami ehhez a játékhoz megjelent, olyan új kombinációkat, választási lehetőségeket és világot hozott a játékosok számára, amit a mai MMORPG-k szinte képtelenek megadni. A másik ok, amiért az egyik legjobb játéknak tartják a múltban, az az, hogy van neki egy nagyon jó karakterszerkesztője. Habár nem öregedett olyan szépen mai szemmel nézve, de olyan mélységeket és tervezési lehetőségeket ad a játékosnak ez a szerkesztő, amit a mai programok legnagyobb többsége képtelen megadni. Van, ami közelít hozzá, de nincs olyan, mint ez a mai piacon lévő játékok között. Szóval az első képernyőn a játékosok eldönthetik, hogy melyik kiegészítővel szeretnének játszani, és utána meghatározhatják a karakterük erejének az eredetét, abból az 5 alaptípusból, ami rendelkezésre áll. Ez határozza meg azt, hogy a karaktered honnan szerezte az erejét, amivel ő harcol a bűn ellen, vagy éppen a bűnért. Ennek az eldöntése azért is fontos, mert a játékban található fejlesztéseket, amiket a karakteredre rátehetsz, ez határozza majd meg, hogy melyeket használhatod a karaktereden és melyeket nem. A másik érdekes dolog az az volt, hogy meghatározhattad a játék stílusodat, amit csak te döntöttél el, és te raktad össze a karakteredet, tehát itt nincsenek előre meghatározott osztályok, csak viselkedésformák. Itt eldönthetted, hogy szeretnél-e tank lenni, pusztakezes, távolsági, csoportmanipulációs, támogató, vagy pedig petekkel, illetve minionokkal foglalkozó karakter. A tömegirányítás és állatidézős karakterek azért érdekesek, mert mai napig is a játékok nagyon-nagyon szenvednek ezeknek az implementálásával, és ebben a játékban már akkor megvolt ez a funkció. Mindegyik játéktípuson belül található egy archetípus. Ez az archetípus szabja meg, hogy milyen fajta lesz a karaktered maga, azaz megadhatsz további paramétereket, hogy hogyan szeretnél játszani majd.
különböző tankok, DPS-ek, tömegirányítók, korruptorok, mesterelmék, kontrollerek találhatóak a játékban, amiket te eldönthetsz, hogy melyik szeretnél lenni. Ami ezután következett, az az erőknek a testre szabása átszínezése volt. Ami azt jelentette, hogy megszabhattad, hogy a karakterednek a képességei milyenek lesznek, és hogy fognak majd kinézni. Ezt a mai játékokban már mikrotranszakciókhoz kötik, vagy nem olyan részletekbe menő, mint ebben a játékban volt. Ha például szerettem volna egy kontrollert csinálni, akkor az elsődleges erőkből 9-ből választhattam, hogy mit szeretnék irányítani. Továbbá mindezt kombinálhattam több mint 10 különféle másodlagos erővel. Ezek mindegyikénél meg volt adva, hogy melyik van rád hatással, vagy a társaidra, vagy az ellenfeleidre. Ha másoknak az irányítása, vagy befolyásolása nem a te játékstílusod, akkor ott vannak mondjuk a petek. A mesterelme archetípussal például megidézhetsz szörnyeket, ninjákat, robotokat, zombikat, de ha ez sem a te stílusod, akkor választhatsz pusztakezest, kardokkal, katonával, jégpusztakezes sebzéssel, vagy csak sima utcai bunyós pusztakezes sebzést. Mindezen dolgok testre szabása órákat elvehet az életedből, hogyha nagyon-nagyon eltökélt vagy abban, hogy hogy fogod a karakteredet megcsinálni. Azzal, hogy a karakteredet hogyan készíted el, inspiráció vagy teljesen a te fantáziádra bízva, nagyon-nagyon-nagyon fluktuált játékélményben lesz részed. A mai napig egyedül a DC Online tudnám fölhozni, mint párhuzamot ezzel a játékkal kapcsolatban, ha bár teljesen más a játékstílusa, de mégis csak ott volt megtalálható az, hogy az erőidet valamilyen szinten testre szabhattad, de nem úgy, mint ebben a játékban. Annak ellenére, hogy most itt agyon dicsérem a City of Heroes-nak a karakterkészítő rendszerét, meg a testre szabhatóságát, ez még önmagában nem lenne elég ahhoz, hogy megállja a helyét, pláne nem a mai időkben. Ebbe az egészbe belejátszik még az, hogy újrajátszható a játék, mindig más küldetésekkel, a tartalom, amit hozzáadnak a kiegészítők, a PvP-k, az események, az eventek, mindez belejátszik majd abba a konklúzióba, amit majd levonunk ennek a videónak a végén. De vegyük most a fejlődési rendszert. A modern játékokban, hogyha eléred a jelenlegi legmagasabb szintet, akkor kezdődik úgymond az endgame, az igazi játék, amivel eléred úgymond a játéknak azt a pontját, amikor már csak a nagyon nehéz küldetéseket és a közösségi dolgokat csinálod. A City of Heroes-ban a grinding rendszer nagyon-nagyon nehéz. Nehezek a küldetések. Ez különbözteti meg őt a többi játéktól. A szintek megszerzése vagy szintlépések nem voltak könnyűek, de nem is voltak annyira nehezek. Megcsinálhatóak, ha megfelelő odafigyelést áldozol arra, hogy hogyan játszol, hogyan harcolsz. Éppen ezért a karakteredet, amit létrehozol, nagyon jól ki kell ismerned. Erre jó az, hogyha mindent az elejétől kezdesz, és nem ugrasz bele gyorsan egy szinthúzós küldetésbe. Ki kell ismerned a karaktered képességeit. A küldetéseket egymagadban is meg tudtad csinálni, csak megfelelő időt kellett ráfordítani. Ugyanakkor be lehet állítani a küldetések nehézségi szintjét is. Igazság szerint ez a része azért nagyon jó, mert nem ad vagy vesz el a játékélményből, és nem is jutalmaz vagy büntet azért, mert nehezebb vagy könnyebb szinten játszod a játékot. Egyszerűen csak arról van szó, hogy megengedi a játék, hogy eldönthess, hogy te mennyi időt szánsz rá. Ahogy haladsz a szintekkel, és mondjuk segítenek neked a társak is, és haladsz a játékban előre, különböző zónákon fogsz átmenni, különböző városrészeken, ami különböző szintűeknek jó. Ez a mai MMORPG-kben is nagyjából így van. Viszont ami megkülönbözteti ezt a játékot a többi MMORPG-től, az az, hogy nem igényli azt, hogy te bármelyik sztori küldetést megcsináld. Haladhatsz csak úgy saját magad által a városban, bűnözőkre vadászva és úgy fejlődve, vagy csinálhatsz küldetéseket a kapcsolatoknál, vagy beugorhatsz egy PvP eventbe, vagy egyszerű őrjárat küldetésbe. A program nem köti meg a kezedet, bármit csinálhat. Nem olyan, mint a World of Warcraft-ba, például, hogy az egy theme park MMORPG, hogy elkezded az elejétől és végig kell menni a quest sorozaton. Itt is vannak quest sorozatok, de csak ha akarod. Éppen ezért ugye különböző játékos típusok vannak, van akik az összes küldetést meg akarják csinálni, ami létezik a játékban. Erre van mód. De van olyan játékos, aki bemegy, és bemegy a kapásból a csatornákba, az egyfajta instának minősül, és ott lehet öldökölni meg, leszedni az ellenfeleket, és abban fejlődsz. Teljesen rajtad áll, hogy játszasz ezzel a játékkal. De mindezt összevetve az az igazság, hogy a teljesen új játékosoknak nem javaslom azt, hogy csak úgy fogja magát, bemegy és beugrik mondjuk egy csoportba, akik fölhúzzák 50-es szintre 10 perc alatt. Mert ezt ugyan megteheted, de mint új játékos nem fogod megtanulni azt, hogy a játékkal magával hogy kell játszani.
Szerencsére ez az MMORPG egy nagyon kooperatív barát MMORPG, és pont emiatt beletettek egy olyan módot, amit úgy hívunk, hogy sidekicking. Ez magyarul nagyjából annyit tesz, hogy amikor a Batmannek ott van a Robin, akkor ők ugye együtt harcolnak, és van egy mentor, és van egy tanítvány. A program ezáltal segít azoknak a játékosoknak, akik új játékosok, és azoknak, akik már a végjáték játékban vannak, hogy együtt játszhassanak és fejlődhessenek. A gyakorlatban mindez azt jelenti, hogy ha van egy 51 szintű karakter, és van egy 1-es szintű karaktered, akkor körülbelül egy középszintre fogja húzni a szinteket. És mindkét játékos fog tudni XP-t szerezni, szintet szerezni, és együtt fejlődhetnek. A kisebb játékos megkapja azt az XP-t, ami amúgy is járna neki, a nagyobb játékos pedig úgy kapja az XP-jét, mintha ő is azon a szinten lenne, és ha szintet ugrik, akkor az hozzáadódik a rendes szintjéhez. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag a City of Heroes megoldotta azt a problémát, amivel manapság minden nagyobb MMORPG is küszködik, hogy gyakorlatilag a kis és nagy karaktereket elválasztja egymástól, hogy ne tudjanak együtt játszani. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag a City of Heroes-ban bármelyik karakter mehet bárkivel bármilyen szinten. Tegyük hozzá, hogy mindezt tette úgy, hogy akkoriban még ilyen játék nem létezett. A játék harcrendszere egy tabbal célpontot váltogató ritmusjátékhoz hasonlít. Erre legjobban az Aion vagy a WoW-nak a harcrendszere hasonlít, ha a másik játékot akarnánk fölhozni, de ez nem is meglepő, hiszen ugyanabban az időszakban készült, mikor a World of Warcraft volt kint már egy vagy két éve. Ugyanakkor ez a játék annyiban különbözik a WoW-tól, hogy itt, amikor megnyomsz egy képességet, annak kell egy bizonyos számú másodperc, míg végbe megy. Rá kell érezned a képességek ritmusára, és azt, hogy milyen sorrendben nyomod meg őket. Ezt kell megfigyelni minden egyes karakternél, és mivel egyedi a karaktered, minden karakternél ez más és más lesz, attól függően is, hogy milyen fejlesztéseket teszel a karakteredbe magába. Ez egyfajta kombózós harcrendszer. Ez ugyan fölvet némi kérdést és vitát egyébként az emberek között, hogy mennyire unalmas vagy éppen használható ez a harcrendszer, de azt tudom mondani, hogy a City of Heroes-ban, hogy hagysz időt arra, hogy harcrendszer kifussa magát, vagy meg jól összehangolod a képességeidet, utána ezzel semmilyen probléma nem lesz, és egy nagyon kellemes kis harcrendszert kap az ember a kezébe. A City of Heroes sok mindent egyszerűen csinál, és néha ez a legjobb válasz valamire, az egyszerűség. Vegyük például azt, hogy sorba tudod tenni a képességeidet, hogy melyiket melyik után aktiválja. Ezért képes vagy arra, hogy harc közben már előre gondolkodj a következő lépéseden. Amint eljutsz egy karakterrel egy olyan szintre, hogy az összes képességedet képes vagy egy meghatározott mintába szedni, onnantól kezdve a harc közben tudsz más dolgokra is figyelni, a többiekre, a gyógyításra, stb. Mivel a játékban nincsen egyfajta lerohanós taktika, ezért képes vagy arra, hogy a képességeidet a gyorsat, a közepesen gyorsat és a lassút kombinálhassd. Ez ad a harcnak egyfajta olyan folyást, ami gyakorlatilag minden játékos számára megtanulható és kellemesen játszható. Mindenki megtalálja benne a saját stílusát. Emiatt a harcrendszer miatt a pályán nincsen fejetlenség, és nincsenek ide-oda szaladgáló játékosok, akik nem tudnak erre vagy arra rákattintani. Összegezve, a City of Heroes-ban található harcrendszer az időzítésen és a stratégián múlik. Ugyan minden képességednek van egy lehűlési ideje, ami gyorsabb vagy lassabb, de ez nagyban függ attól, hogy milyen fejlesztéseket teszel a képességeidbe, amikor szinteket lépsz. Legyünk őszinték, azért mai szemmel nézve, ha valaki éppen először lép be ebbe a játékba, a harcrendszer eléggé unalmasnak tűnhet. De ha hagy neki időt, hogy kifussa magát, kipróbálja a képességeit, egy kicsit fejleszti a karaktereit, akkor biztos vagyok benne, hogy meg fogja szeretni ezt a játékot. Az a furcsa, hogy elmondva azt, hogy milyen a harcrendszere a játéknak, hogyha órákig játszunk egy másik játékkal, egy akciójátékkal, és utána belépünk ebbe a játékba, és belekeveredünk egy igazán nagy akcióba, akkor még érezhetjük úgy is, mintha egy rendes, igazi akciójátékkal játszanánk. Dacára annak, hogy valójában nem. Lehet, hogy néha rá kell kattintanod egy másik ellenfélre egérrel, hogy azt támad, vagy tabot nyomsz, hogy átváltson, de ettől még nem veszít az értékéből a program én szerintem. A City of Heroes világában nagyon gyakran lesznek olyan küldetések, amiben A-ból B pontba el kell jutni. És ugye azzal, hogy hősökről beszélünk, kinek mi jut ugye az eszébe, repülés, szupersebesség, teleportáció. És igen, a City of Heroes hű marad a nevéhez, mindezt meg is lehet tenni ebben a városban. Van itt minden, repülés, teleportáció, szuperugrás, szuperfutás, csoportos repülés, ninja futás, ninja ugrás, jetpack használat, repülőszőnyeg, lebegés, állatként történő futás és hasonlók. Ebben a programban egy egész széles palettát kapunk annak eldöntésére, hogy hogyan szeretnénk A-ból B-be eljutni.
A manapság felelhető játékokban nem nagyon veszik a fáradtságot, hogy ezeket az extra lépéseket megtegyék, hogy ezt megadhassák a játékosaik számára. Legtöbbször csak hozzád vágnak egy mountot, és na, tessék, menjél vele. Te láttam már olyat is, amikor még erre se veszik a fáradtságot, és csak egy egyszerű teleportációt kapsz egy adott helyen, mondjuk egy lifttel, vagy egy gomb megnyomásával. Mindez ugyan nem tűnik nagy dolognak, de azért lenyűgöző, hogy egy 2004-es játékban benne van egy ilyen dolog, mert ma a manapság felelhető egyéb konkurenciával szemben ez a program képes olyanokra is, hogy mit tudom én, golyottá változz és futkároz a városban. És szerintem pont az a végtelen testre szabhatóság, ami a játékban található, az alapozza meg azt, hogy ez a játék még ma is megállja a helyét valamilyen formában. Ugyanakkor, ha őszinték akarunk lenni, a küldetések valóban csak annyiból állnak, hogy menj el A-ból B pontba, kapj el, nyír ki ezt, azt, amazt, használj egy panelt, menj végig a házon és nyír ki mindenkit, vagy csak szabadíts ki valakit, vagy kísérj ki valakit. Ez tény. Az, hogy a City of Heroes nem ment túl ezeknek a dolgoknak a határán, az az, hogy a City of Heroes-nak a készítői megtalálták a módot arra, hogy mégis ezt érdekesen és jól tárják az ember elé. Hogy már korábban említettem a több zónát, amire föl van osztva az egész város, mindegyik zónában ugye más ellenfél típusok vannak, más sztori vonal van, és más ismerősökkel fogsz találkozni. A zónákon belül különböző küldetés sorozatok vannak, amiket a program story arc-oknak hív. Ezek a story arc-ok minden egyes zónában különbözőek, és attól is függnek, hogy melyik küldetés sorozatot csinálod végig, hogy melyik kontakttal kerülsz kapcsolatba. Ezt ugyanis te döntöd el, rengeteg kontakt van egy zónán belül. Ezek a küldetések néha crossoverként jelennek meg a fő küldetés szálban is, tehát hogyha például teljesebb képet akarunk kapni egy adott csoportról, aki nekünk segít, akkor nem árt az ő küldetéseiket is megcsinálni, és ugyanez igaz a hősökre és a főgonoszokra is, meg a Rouge pályán lévő, párhuzamos világban lévő dolgokra is, hogy mindenkinek megvan a saját sztori vonala, és van az egész játéknak egy fő történet szála. Amikor az ember MMORPG-vel játszik, akkor a küldetéseket nem szokta olvasgatni, nem szokta figyelni őket. Itt nem árt, hogyha tudsz egy kicsit angolul, és elolvasod a sztorikat is, amiket a küldetésadóktól veszel föl. Ugyanis ebben a játékban emberi hangok nincsenek, tehát az egész történetet egyfajta szöveg formájában kapod meg minden esetben. De ezek nagyon jól kidolgozottak, minden mindennel összefügg, és egy átívelő hatalmas sztoria az egész játéknak. Minden kapcsolatunktól megtudhatjuk, hogy az ellenfelek, az ő adott hátterű, az ellenfeleknek a hátterei, a főgonoszoknak, hogy hogyan jöttek létre, mi a történet mögöttük, ezeket mind megosztja velünk a program, csak el kell olvasni. Vannak olyan zónák például a játékban, amik egy adott küldetés szálnak a zónái. Tehát ott van például a Hallows, a Rikti zón, ezek mind a fő sztoriknak vagy egy adott küldetés történetnek a részeit képezik. Ezeket a pályákat mindig újra játszani, mert elő fog fordulni, hogy újra játszod, elég repetitívnek tűnik, de szerencsére be lehet állítani nehézségi szintjét a játéknak, így nem fog olyan unalmas lenni, ha például többen vagytok. Összegezve a küldetésekkel kapcsolatban csak annyi, amit már korábban is mondtam, hogy az egyszerűség néha a legjobb. Igaz ugyan, hogy repetitív és egyszerű a játék, viszont valahogy engem mindig is megfogott. Több mint 300 kontakt van a játékban, akitől több mint 50 zónába lehet küldetéseket felvenni. Szóval semmiképpen sem állítanám, hogy a küldetésekben nincsen sok választási lehetőséged, éppen ellenkezőleg. Ha megnézek bármilyen más MMORPG-t, akkor mindig az érdekel először, hogy milyen a végjátéka az adott programnak. Végjátéknak hívjuk azt, amikor eléred a maximális szintet, és utána mi van, mit lehet csinálni az adott játékon belül. Nehéz elérni? Mennyire sűrűjön új tartalom a már meglevőhöz? Igen, ha úgy nézzük, ehhez a játékhoz már nem valószínű, hogy hivatalosan új tartalom lesz. Ez jelenleg mindenki által elérhető egy privát, de publikus szerveren, és bárki, aki akar, mindenki tud magát hostolni egy szervert. De így is egy tonnányi új tartalom található a végjátékban, érdemes ránézni. Vannak itt átlagos, felhasználó által szerkesztett küldetések, próbák, trial-ek, őrjárat küldetések, raidek és badge vadászat. A badge-ek azok olyanok, mint az achievementek más MMORPG-kben. Bázisépítés is van még és PvP. Ez a videó már így is elég hosszú, és ha belemennék, hogy melyikbe mennyi tartalmat tettek bele, és mi mennyit adott ehhez, ez a videó több órás lenne. Itt csak pár dolgot érintenék, például ott vannak a Task Force küldetések, ezek nagyobb lélegzetvételű történetszálak, melyek egy adott történetet mesélnek el egy egymás után jövő küldetés sorozatban. A Task Force küldetések bármikor elindíthatóak, és lehet hozzájuk csatlakozni, ha a csapatod megfelel a szintkövetelményeknek. Jelenleg 19 különböző Task Force küldetés található, és két raid, amihez a 25-ös kódban jelenleg hozzáférünk. De amikor mindez valakinek nem elég, akkor badge vadászatba szokott kezdeni, gyakorlatilag így megpróbálja megszerezni az összes achievementet a játékon belül.
Említettem már a bázisépítést, így egy kicsit részletesebben is belemennék. Bázisok a szupercsoportok komplex részei. Szupercsoportoknak hívják ebben a játékban a gildeket, és rengeteg komponens van hozzá. A bázisok főleg arra valóak, hogy a szupercsoportok összebarátkozzanak, mini játékokat játszanak, vagy épp fejlesztéseket csináljanak, esetleg összecsapjanak más bázisokkal. Ezeknek a külleme teljességgel testre szabható, és gondoljatok úgy a bázisra, mint egy guild központra, csak több választási lehetőséggel és tartalommal. Vannak például olyan szupercsoportok, akik adott szednek a játékosoktól, hogy fönntarthassák a bázist, ugyanis itt minden egyfajta befolyáspontra alapszik. Ez azt jelenti, hogy minél többet harcolsz a szupercsoportodnak a színeiben, annál több pontot kapsz, és abból a pontból tartjuk fönt a bázist és annak szolgáltatásait. Akinek ez még mindig nem elég, az tud AE rendszerben saját két keze által gyártott küldetéseket csinálni, megosztani, fejlődni, lehet mások pályáira menni, ugyanis ebbe a játékba bekerült egy Architect Entertainment nevű pályaszerkesztő. Itt mindenki megoszthatja saját City of Heroes történetét vagy történet sorozatát, saját ellenfelekkel, bosszokkal, küldetésekkel, random generált vagy előre kézzel gyártott pályákon. De akárhogy is nézzük, az endgame-nek, a végjátéknak a legszervesebb része az nem más, mint az Incarnate, vagyis megtestesülés rendszer. Az Incarnate rendszer új tartalmat, feloldható tárgyakat és képességeket, néha még szinteket is ad a karaktereidnek 50-es szint után egészen 54-es szintig. Ez gyakorlatilag egy harmadik képességbuildet ad a játékhoz, amivel tovább finomíthatod a karaktered képességeit és jellemzőit. Az Incarnate rendszer eléggé bonyolult, így most nem mennék bele egyéb részleteibe, talán csinálok róla egyszer egy videót. Ami pedig az ebben a játékban történő lootolást illeti, nos, a könnyebb megérthetőség érdekében vegyük azt, hogy a más játékokban mi van. Ott ugye általában véve majdnem mindegyikben drop és vagy roll rendszer van, amely a megtalált tárgyakat versenyre bocsátja a játékosok számára, és elég önző módon küzdésre kényszeríti őket egymás között. Ez a rendszer énközpontúvá és önzővé tesz, és hogyha valamit már másodjára kapsz meg a játékban, akkor nem fogod csak úgy odaadni a másiknak, hanem egyszerűen eladod, vagy csinálsz belőle egy kis pénzt az aukciós házban, esetleg fontolóra veszed, hogy segítesz másnak, de a végeredmény mindig csak önző és csak rólad szól, csak én. Ezzel szemben a City of Heroes-ban ez teljesen másképp működik, jóval másabbul. Minden autó lootolt, így nem kell megküzdened a többiekkel a tárgyakért, vagy esetleg más dolgokért. Ez azt erősíti, hogy barátkozz és szerez minél több csapattársat. Így a mások kizsákmányolása is eléggé a háttérben szorul. Van ugyan egy kis harc az Epic végső cuccokért, amelyek leginkább a Guild Wars Dungeon fejlesztéseihez hasonló, de az egy teljesen más történet, ahhoz vannak token átváltó rendszerek, pénzbeváltók és egyfajta tőzsdeszerűség a játékon belül. A karaktereidet alapvetően a játékban szerzett fejlesztések segítségével teszed jobbá vagy alakítod azzal, amivel szeretnéd. Ezeket vagy lootolod, vagy vásárolod a játékban. Hát akkor összegezzünk. A City of Heroes 2019-ben. Hogy állja meg a helyét a modern, mai játékok között? Szerintem nagyon is jól. Rengeteg olyan dolgot vonultat fel, ami már rég elfeledett, hogy a játékokban létezett. Nem az önzőségre tanít és támogatja a csapatjátékot és a barátságokat. Nincsen benne mikrotranszakció és teljes mértékben testre szabható még a felhasználói felület is. Fogsz ugyanettől a játéktól jobbat találni. Nem a legszebb mai szabványokat elnézve, de amit tud, azt jól tudja. Az egészen lehetne javítani, hogyha a küldetéseket egy kicsit áttervezniék, hogy ne legyenek olyan repetitívek, és a grafikát a modern korhoz igazítanák, hiszen a grafika 2004 óta semmit nem változott a fejlesztés hiánya miatt. De ha ezek felett a dolgok felett elsiklasz, és a játéknak egy kicsit átadod magad, belemerülsz a karakter fejlesztésébe, és bekapcsolsz pár kísérleti grafikai modult a menüben, például a cell shadinget és a physics-et, ugyanis ez már van a játékban, akkor rájössz, hogy ez egy marha jó program még a mai szemmel nézve is. Rengeteg karakterosztály kombináció létezik, rengeteg karakterféle képességfajta, amiből választhatsz. Ez egyébként elmondhatatlanul nagy szabadságot ad a játékos számára, ez a mai napig lenyűgöző, hogy egy olyan játék, ami az MMORPG hajnalán készült, ekkora és ilyen tartalommal bírhat, és alig rúgnak mellette labdába a mai MMORPG-ket gyártó társaságok. A City of Heroes-nak a jogi helyzete jelenleg egy kicsikét vitatott és bizonytalan. Azt azért jó tudni, hogy az NCSoft még mindig nem tett nyilatkozatot arról, hogy mit szól ahhoz, hogy kikerült a játék teljes forráskódja és közkézen forog. Bárha tulajdonképpen belegondolunk, nem is nagyon lehet ehhez mit szólni. Kint van, mindenkinek ott van, bárki elérheti, és bárkinek lehet saját City of Heroes szervere, aki akarja. Azért pár dolgot nem árt letisztázni ezzel az egésszel kapcsolatban. Az NCSoft ugyan eladta a jogokat, jó ég tudja kinek, de ettől függetlenül ez az egész szerver nem legális. Tehát bármikor gondolhat úgy az NCSoft, hogy leállítja ezeket a tesztszervereket. Így csak az marad, hogy hostolhatod magadnak, vagy kisebb baráti körnek, de én egyáltalán nem javaslom a publikus használatát, azon kívül, amit pár bátor ember jelenleg megtesz, fut vagy 4 vagy 5 szerver, ha jól tudom. Jelenleg kétféle szerver létezik a játékból. Az egyik az I24-es, ez az eredeti, amit még az NCSoft 2012-ben lekapcsolt. Ezen
úgy van a tartalom, ahogy akkor volt, amikor lekapcsolták. Aztán ott van az i25-ös. Ez nem hivatalos patch. Ezt az az ember csinálta, aki titokba futtatott több mint 7 éven át egy privát szervert egy nagyon szűk baráti kör számára. Ebben a patchben nagyon sok karakterosztály változás történt, lehet kombinálni már olyan karakterkasztokat, amiket eddig nem lehetett. Most nem megyek bele a részletekbe, a lényeg az, hogy bekerült pár vendor, egy-két új terület a játékba, és ezzel is lehet játszani, és tökéletesen működik. Ez talán teljesebb City of Heroes élményt nyújt, mert mivel az i24-est még azért úgy fejleszgetik, az i25-ös pedig hát gyakorlatilag egy fix és stabil dolog, ahhoz már nem nagyon fognak hozzányúlni. És vajon mit hoz a jövő? Nem tudni. Mindenesetre tekintve, hogy átment a teljes forráskód public domainbe, így bármi lehetséges. Eltűnni már nem tud és nem fog. Jöhetnek az új tartalmak, egyedi szerverek, más és új küldetések. A lehetőségek határtalanok, a forráskód nyitott. Ez egy példátlan eset az MMORPG emulátorok tekintetében, ugyanis tulajdonképpen ez nem emulátor. Ez egy rendes, igazi eredeti kód, amit kiadtak publikusan, még ha elég régi is. Linkeket nem fogok a videó aljába tenni, tekintve, hogy nem tudom, hogy még ez az egész dolog mennyire lesz legális, vagy nem lesz legális, vagy mennyire fogja jóvá hagyni az NCSoft, mert jelenleg megkeresték publikus szerver készítői, illetve karbantartói az NCSoftot, és állítólag jogi viták, illetve egyezkedés zajlik arról, hogy nyugodtan bárki bármikor játszhasson ezekkel a szerverekkel. De nem kell aggódni, aki alapvetően használt már internetet, az körülbelül 5 perc alatt megtalálja azt, amit szeretne. A szervert és az elérhetőségeit, az oldalt is és a klienst is mindehhez. Én azt tudom javasolni, hogy mindenki tegyen vele egy próbát és döntse el maga az ott látottak alapján, hogy tetszik-e neki vagy sem. Én nagyon köszönöm a figyelmeteket és azt, hogy rám szántátok ezt a hosszú időt. Ha tetszett a videó, küldj egy lájkot vagy iratkozz fel, köszi a figyelmet, sziasztok!